Az idei konferenciának a témája a magyarok és Európa, és persze mindig Körösi Csoma Sándor, és mindig Kelet. Úgy gondoltam, hogy a magyarok és Európa témához nekem olyan rövid mondanivalóm lenne, hogy a magyarok adtak Európának és nagyvilágnak egy modellt, egy életmodellt, egy egészségmodellt, ami a népi egészségkultúra, és emellett a magyarok adtak nemzeti himnuszt, ami azzal kezdődik, hogy Isten. Tehát Isten áld meg a magyart, és a régi himnuszukban boldog asszony anyánk, régi nagypátronánk. Tehát a mi himnuszunkban megmaradt a nőtisztelet, a boldog asszony tisztelet. Emellett úgy gondolom, hogy csak egy magyar ember tudta kimondani azt, és mégpedig Körösi Csoma Sándor, hogy a világ minden boldogsága a mások iránti szolgálatból fakad. Tehát ez is egy modell, amit adunk mi Európának és a nagyvilágnak, és emellett az egészségkultúrával kapcsolatban csak egy pár gondolatot osztanék meg, amit úgy, mint édesanya, nagymama, szülésznő, néprajzos, természetgyógyász, amit én gondolok, és azt kell mondanom, hogy sajnos ezt az egészségkultúrát mi már nem tartjuk, nem becsüljük, illetve nem is tarthatjuk, mert ugye más a társadalmi berendezkedés, más szelek fújnak, de hogyha mi visszatérnénk a mi életvallásunkhoz, akkor mi nem ezt a népesedési télt, nem ezt a népesedési telet élnénk. És amit én a legfontosabbnak látok a magyar egészségkultúrában, az, hogy a kislányokat nőnek, a feleségnek és anyának nevelték, a fiúkat pedig férfinak, férnek és apának. Tehát ez valójában a családnak, a társadalomnak a sejtje, és az, hogy Mária Terézia óta hű alattvalókat nevelünk, meg most ugye a globalizmusnak nevelünk rabszolgákat, sajnos el kell mondani. Hát ugye ezért vagyunk, ezért is van az a sok népbetegség, mert hát ugye a magyar nemzet nem csak az, hogy vezet az öngyilkosságban, de nagyon sok népbetegség van. Tehát csak nagyon röviden felsorolnám, hogy mi a mi nagyon fontos. Ugye az egészségkultúrában nagyon fontos az, hogy szeretetben, békességben élni, közösségben élni, a kalákák, ez nagyon fontosak, és ezek a kalákák, ezek a közösségi cselekvések, ezek adják a magyarságnak a lelki immunitását. És látjuk azt, hogy Európában ezt a lelki immunitást nem őrizték meg, mert ugye mennyi idegen nép, idegen kultúra, és ugye felszabdalódott a nyugati kultúra, látjuk, hogy mennyivel előre haladottabb az ők drámájuk. De sajnos azt kell mondjam, hogy mi is következünk utána. Tehát először is a szellemi élet, ugye? Akkor a búcsújárás, az zarándoklat. Azon kívül a természetben való élés. Akkor, amint mondottam, a kalákák. A kalákák, ugye a várandós asszonyt az asszonyok gondozták, lelkesítették, bíztatták, tehát a jó szülés, a természetes szülés felé irányították, és ez nagyon fontos mondatom mindannyiunknak, hogy nagyon kellene vigyázzunk a gyermekeinkre, és unokáinkra, dédunokáinkra, mert ha indított szüléssel, ha mesterséges módszerekkel születnek a gyermekeink, de pláne császármetszéssel, megváltozik a magyarságnak a mentálja, tehát mint közös néplélek, mint közös gondolatvilág, már nem olyan alkalmazkodók, nem olyan küzdők azok a gyermekek, akik ilyen módon születnek, mert a születésnek is megvan maga a törvénye, és sajnos azt kell mondjam, hogy bizony a teljes életünk, és ahhoz, hogy mi hogyan viselkedünk, ahhoz, hogy hogyan állunk mi a dolgokhoz, a születésünktől függ. És pont ezért én a gyűjtéseim alatt, ugye a Kárpát-medencében, Moldvában felkutattam a bábaságot, népi gyógyászatot, mind egészségmegőző, mind születés kijavító szellemi, bábai, női gyógymód, mind népi gyógyászati gyógymód, tehát hogyha nagyon nagy baj volt, akkor utoljára azt vették elő, hogy
mind az újszülöttet, újjászülöttették, vagy a csecsemőt, vagy a kisgyermeket, vagy a felnőtt embert. Tehát, hogyha olyan életválságban volt, akkor ehhez nyúltak utoljára persze az imádságos szertartások és az összetett testi gyógyítás mellett, és én ezt a módszert felújítottam. Tehát amit én felgyűjtöttem a teljes Kárpát-medencében Moldvából, és már az új könyvemből, amit nem hoztam el, a Szakrális Magyar Női Könyvbe, ezekbe a népi gyógyászat, a születéskönyvekben benne vannak az archaikus módszerek, amelyeket én gyűjtöttem, és az új, a szakrális női könyvemben, a nő örökkévaló pillanatban már az asszonyoknak a beszámolói, amikor mi elvégeztük személyesen vagy csoportosan ezt az újjászületés szertartást, ezt azért végzem, és azt hiszem a csomagkötetben is valamelyikben leközöltem, hogy megint ez kerüljön be a köztudatba, és egyébként nem csak ezt az újjászületést újítottam fel, hanem például a Szent Anna bőtöt, amelyekkel nagyon sok eredményünk van, mind a gyógyulásban, mind az életút elakadásban. Következő gyors gondolatom az egészségkultúrához, hogy ugye a magyar ember a kertjét megművelte, az erdőről, mezőről táplálkozott, onnan építkezett, tehát belesimult az évszakba, belesimult az évkörbe, tehát a szakrális cselekvésekkel, de az étkezésével is, és ez egy nagyon fontos egészségfaktor, valamint az, hogy a környezetéből ette a szezonális ételeket. Emellett nagyon fontos betartani a helyes alvást, vagyis nem az, hogy éjszaka fekszünk le, hanem hogy lefekszünk legalább 10 órakor, mert a szervezet a 12 óra előtt végzi el azokat az immunfolyamatokat, amelyek szükséges, hogy egészségesek legyünk, és az is nagyon fontos, hogy a mi egészségkultúra, és ugye hozzátartozik a népi gyógyászat, a mi egészségkultúrán kizárólag természetes módszerekkel gyógyít. Tehát ez lett volna az első témához, hogy mit ad a magyarság Európának. És ebből következett, ugye, hogy a magyarságnak az egyik része, ugye, és a székelységnek a szülöttje Kőrösi Csoma Sándor, és Kőrösi Csoma Sándor olyanképpen adott Európának és a nagyvilágnak egy fantasztikus életművet, ugye, hogy ő alapította meg a tibeti hagyomány, a tibetológiát, ezt az új tudományt, és emellett, ugye, mivel ő egy lelkész volt, aki a lélekkel és szellemmel foglalkozott, a lámáit nyugat Tibetben, ugye, tehát 1822-ben érkezett oda, és 1831-ig élt ott, tehát ez a 9 évvel alapozta meg az ő halhatatlanságát, és ő egy kíváncsi ember volt, és én azt mondom, hogy ha Kőrösi Csoma Sándor nem a rendtartó székely faluban nő fel, akkor nem érdeklődött volna például a gyógyászat iránt. És Csoma azért nagyon fontos, és én mindenhol, ahova meghívnak előadást tartani, elmondom, hogy nem csak az életnek a többi oldalát, hanem az egészségkultúrát is megvilágította, és a tibeti hagyományos orvoslásról, mint tudjuk, Szandzse Puncog lámát, aki láma volt, mester volt, orvos volt Ladakhnak a fővárosa, állandóan kérdezte, és megkérte, hogy írjon egy összefoglalót a tibeti hagyományos orvoslásról, és ő megtette. A tibeti hagyományos orvoslásnak 8 ága van, de ezt a művet, amiben ő összefoglalta, úgy mondjuk, hogy 4 gyökér, vagyis a gyüsi. És ez egy csodálatos rendszer, ebben minden mindennel összefügg, ebben benne van akár a magyar népi hagyományos orvoslásban, hogy a betegségeknek szellemi oka van, a betegségeknek lelki oka van, a betegségeknek életmódbeli oka van, és az a csodálatos, hogy leírja, hogy a beteg embernek, vagy mondjuk úgy, hogy tüneteket, panaszokat produkáló embernek 29 kérdést tettek fel. Na most akkor mi gondolkodjunk el, hogy ma az orvosi rendelőkben hány kérdést tesznek fel nekünk. Tehát ezt csak azért mondom, hogy
mennyire az embert a saját világába, a saját lelki világába, a saját gondolatvilágába, a testi világába tekintette. Tehát mind a két rendszer, mind a hagyományos tibeti hagyományos orvoslás, mind a magyar hagyományos orvoslás, azt mondhatjuk, hogy pszichoszomatikus tudományosan, vagyis a lelki eredetű betegségek szerint gyógyít, de ugyanakkor azt mondhatjuk megint csak görög szóval, holisztikus, ugye? Tehát az okokat megérteni, hogyha az okokat megszüntetem, akkor valójában nem leszek beteg. Tehát én is így foglalkozok az emberekkel, vagy ha nekem is van valamilyen bajom, nehézségem, tünetem, zavarom, akkor bizony már csak azzal, hogy megérted, hogy mi az oka a betegségednek, panaszodnak, tünetednek, életútakadásodnak, az, ha megszünteted, megoldod, feloldod, és ugye beszéltem az újjászületésről, vagy a bőtről, vagy a mindenféle gyógyítószertartás, vagy ugye a tisztítókúrák, ugye a bőt az is, tehát a szervezetnek a tisztítása, akár a bőrtisztítása, az segít ezt a dolgot megoldani. Na most röviden, még az is nagyon fontos, a Gyüsit Körösi Csoma Sándor lefordította angolra, 1835-ben az Ázsiai Bengáli Társaságnak a negyedik kötetébe leközölte, ezt Duka Tivadar orvos lefordította magyarra, most tudjuk, hogy napjainkban lefordította Galánta Judit, és ugye a Körösi Csoma Sándor kötetekben B. Lukács Júlia, most jut eszembe Benedek doktornak a felesége, ő is lefordította, itt a Csoma Egyesület kiadta, tehát hál' Istennek folyton foglalkoztak vele. És azért is nagyon fontos nekünk a Gyüsi, a négy gyökér, mert ott megőrződött a felosztásban, az első fejezetnek a második fejezetében, hogy a mi, a szkíta bölcsünk, vagyis Sakia tanítja az egybegyűlteket, a laikusokat és azok, akik orvoslást tanulnak. És itt az a fontos gondolat, hogy a szkíta bölcs Sakia, ugye a történelmi Buddha tanít az orvoslásról, és úgy fejezi ki magát, hogy ez a tanítás mindenkinek szól. Tehát valójában mi az isteni kinyilatkoztatásból, minden nép az isteni kinyilatkoztatásból táplálkozik, és minél inkább a hagyományunk által megőrizzük ezt az isteni rendet és a természeti rendet, annál egészségesebbek vagyunk, annál életerősebbek vagyunk. És itt az nagyon fontos gondolat, egyébként itt van a dolgozatom, csak én nem szeretek olvasgatni, innen én azt tartom nagyon fontosnak, hogy ez a tudás mindenkié, tehát laikusoké és azok, akik orvoslást tanulnak. A harmadik témám, ugye, tehát a második téma, amit, de kapcsolódik ehhez a második témához, mert ugye az volt a gondolatom, hogy Csoma mit adott a Európának és világnak, ugye a tibeti orvoslás leírásával, de azt nem lehet nem elmondani, hogy a tibeti hagyományos orvoslásnak a szemlélete mennyire megegyezik, és ugye vannak egyetemes elemek a magyar hagyományos gyógyászattal, és az a csodálatos, hogy a tibeti gyógyászat valójában nem csak ebből a hagyományos orvoslásból áll, amit ugye nekünk Csoma közvetített, hanem ott is van népi gyógyászat. A mi gyógyászatunk pedig ugye a legarchaikusabb, az a táltos gyógyászat, a samanizmus, de ugye nekünk táltosaink vannak, nem sámányaink, és a magyar népi gyógyászatnak és mind a tibeti gyógyászatnak a legrégebbi rétege a pneumatan, az is, vagyis a széltan. Tehát a magyar népi gyógyászat és a tibeti népi gyógyászat, de mondhatjuk, hogy a tibeti hagyományos orvoslás, a magyar táltos gyógyászat, amire érhetően mondom, a magyar hagyományos orvoslás, a táltos gyógyászat és a népi gyógyászat két történelmi réteggel kapcsolódik, ez a legősibb széltan, pneumatan, a táltosság,
ami egészen a hon, hát nem szeretem én ezt a honfoglalás szót, én azt mondom, hogy a visszatérésig nagyjából ez a történelmi rétegünk, és körülbelül, amit mások honfoglalásnak neveznek, de visszatérésnek mondom, tehát visszatéréstől egészen a középkorig a humorális patológia, vagyis a nedvtan. Tehát az az érdekes, hogy megvizsgáltam a világ összes hagyományos orvoslását, hogy a magyar hagyományos orvoslás, a világ többi összese a pneumatannal kapcsolódik, és egyedül a tibeti orvoslás az, ami még a nedvtannal is kapcsolódik. Na most mit jelentenek ezek? Mit jelent pneumatan, széltan? Azt jelenti, hogy a ugye, természeti elemeknek a világképe, a szemlélete az azzal való gyógyítás, és a természeti elemek közül ugye a levegő és a szél, és a magyar ember is, itt van az én könyvemben, itt van a tibeti könyvem, itt van útjaim a gyógyítás körül, de a csoma kötetekben már eddig 19 tanulmányt írtam, ott is megvan, hogy a széllel kapcsolatos világkép, tehát, hogy a levegőből és szélből jöhetnek betegségek. Rossz szél, démon, ördög, ugye a forgó szélben ördög van, tehát ezt még ma is lehet gyűjteni, még én is gyűjtöttem a mezőségen, vagy Moldvában, vagy például nagyapám is azt mondta, hogy szívszélhűdés, vagy acélhűdés, tehát ez mind oda tartozik, a világlélek, a szél járt a helyek, a lehellet hajtott a hangszerekkel való gyógyítás, a szél járt a helyeken való gyógyítás, és mindez az idegrendszerrel függ össze. Tehát ez egy nagyon-nagyon szép és nagyon érdekes réteg. Az első kötetemet azt nem hoztam el, de abban van egy külön tanulmány, hogy szélgyógyászat, a samanisztikus széltan. Tehát a tibeti hagyományos orvoslásban ez is benne van, és benne van a magyarban. Na most egy kicsit beszélnék arról, hogy én nagyon sok országban kutattam, eljutottam sok országba, keletre, Indiában voltam 98-ban, 2006-ban voltunk egy csoporttal Kínába, Belső Mongóliába, Tibetbe, én voltam 2009-ben Perzsiába, Iránba, és egy kicsit arról szeretnék beszélni, hogy milyen élmény volt nekem, és mi, ami konkrétan közös a magyar népi gyógyászat és mondjuk a tibeti népi gyógyászat, most mondjuk csak ezzel foglalkoznék. Hát először is a jelek a térbe, tehát ez még mindig az egészségkultúrához tartozik, nem csak a gyógyításhoz, de úgy tartozik a gyógyításhoz, hogy ha vannak szimbólumok, ősképek, képek a térbe, akár a természetbe, akár a településeken, akkor az emberi lélek egészséges. Jung azt mondta, hogy ahonnan eltűnnek a térből a nemzeti szimbólumok, az a nemzet beteg. És én nagyon sokat harcolok azért, hogy megint kerülnének vissza a közterekbe az anya a gyermekkel. A szűzanya Jézussal, a Madonna a gyermekkel. Ez is szerintem egy kicsike rész lenne ahhoz, hogy segítsük képileg a gyermekáldás, vagy az, hogy a nők szüljenek, a nőknek a lelkük, szellemük nyíljon. Tehát Tibetben folyton ott vannak, tehát ugye, és persze Belső Mongóliában is, tehát ott van a ló, ott van a világfa, ott van a szél ló, ami ugye a zászló, amin áldások vannak, ami a szél elviszi, és itt mi ugye megint szélterápia, hogy azokat a képeket, áldásokat a szél a teljes földgömbön elviszi ennek az erejét, ennek a lenyomatát, és ebből mindenki részesedik. És sok gyógyító szimbólum is van, és például azt is megtapasztaltam Tibetben, hogy amikor elmentünk forráshoz, ott 3-4 asszony imádkozott mosta a haját. Vagy például azt tapasztaltam, hogy városon egy ember csoport össze van gyűlve,
és ott valaki le van ülve, egy fehér lepedő rá van terítve, és ott valaki a könyökével és a kezével masszírozza. Tehát az az érdekes, én azt figyeltem meg ezen az úton, hogy ugye a selyem úton, azt figyeltem meg, hogy a gyógyítás még jobban jelen van, a természetes gyógyítás, a népi gyógyítás, mint nálunk. És akkor mondok egy példát, hogy a négy tagú csoportból a tibeti útunk elején, tehát ez volt 2006. szeptember elején, az egyik társunknak erősen fájt a feje. És reggeltől fájt, és egész nap fájt, és egész nap szenvedett, és akkor bementünk egy buddhista kolostorba, és mondta a lámának, hogy neki hogy fáj a feje. És akkor a kolostornak az oldalánál volt a könyvtár, ami olyan módon volt, hogy több lába volt, az alsó része üres volt, és fent voltak a könyvek. És akkor a láma odavitte a könyvespolc alá, és ott átbújtatta, vagyis újjászülettette a társunkat. És elmúlt a fejfájása. És azért mondtam én, és azért említettem a magyar népi gyógyászat, vagy bábaságba is az újjászületést, mert az egy kapu élmény. Tehát ugye az újjászületéssel elengedjük a régit, és újjászületünk az újra. És hogyha mi abba belehangolódunk, hogyha mi abban hiszünk, akkor ugye megtörténik. Most már jó. Na, hát ugye 20 percből ennyi jutott, hát még befejező mondat, hogy a természeti elemekkel kapcsolatos közös dolgokat láttam, akkor ugye mondtam a manuál, a kézzel kapcsolatos hangterápia, hangtál. Például vásároltam Tibetben egy hangtálat, hazajöttem, hozzám jött egy 42 éves férfi, akinek epegörcse volt, és én azzal a hangtállal ide tettem, és azt az epegörcsöt elmulasztottam. Tehát kristályterápiától színterápiáig nagyon-nagyon sok, és benne van a tanulmányom, és benne van a dolgozatban. Tehát összegezve az, hogy én azt mondom, hogy becsüljük meg a mi kultúránkat, abban az egészségkultúránkat. Én ugye két laki vagyok, Marosvásárhelyen és Budapesten élek, de Budapesten van a hivatásom, ott keresem a kenyeremet, és mindig azt mondom nekik, hogy az alap a mi életünkben, és az én életemnek is keretet a magyar szellemiség ad. Tehát én pont úgy élek Budán, mintha Magfalván élnék. És mi a csodálatos ebben? Hogy aki hozzám jön, hogy szeretne gyereket. Évekig, tehát nagyon nagy baj van olyan szempontból, hogy a pároknak sajnos több mint fele termékenységi zavarral küzd, azonnal befejezem. Én csak a magyar népi gyógyászattal segítek nekik, és lesz gyerekük. Van, amelyeknek következő hónapban, és van, amelyeknek egy kicsit tovább, de lesz. És csak a magyar szellemiséggel és a népi gyógyászattal dolgozom, de ugye három dimenzióba, családkutatás, női felmenők, szellemi gyógyítás, lelki gyógyítás, mentális, gondolatbéli gyógyítás és összetett testi gyógyítás. És ugyanígy foglalkozok, akik betegek, ha rákosok, ha ízületű bajuk van, nagyon sokan jönnek, és itt el kell mondanom, hogy endometriózisból meggyógyulnak, miomából meggyógyulnak, policisztás petefészekből meggyógyulnak, nem viccelek. A magyar népi gyógyászat még mindig olyan jó, és persze, ha tudományosan alkalmazzuk, és azt megbeszéljük, és betartják, hogy bizony meg lehet oldani nagyon sok mindent. Tehát akkor összegezve a magyarság ad Európának, nagyvilágnak egy csodálatos egészségkultúrát, ami mégis a magyarságot 1982-ig szaporodónak tartotta, azért ez nagyon fontos gondolat. Ad egy olyan népi gyógyászat, holisztikus modell, ami valójában igaz az egész világra, és érdemes tekintenünk kelet felé, mert ők sokkal jobban becsülik és fenntartják. Tehát
ez a mi ajándékunk a világnak, és nekem az volt ajándék tőlük a keleti utakon, hogy én, amíg nem kezdtem keletet járni és a rokonnépeket, azt hittem, hogy mi egyedül vagyunk, azt hittem, hogy mi magyarok itt Erdélyben, kisebbségben milyen kiszolgáltatottak vagyunk, de olyan kedvesen fogadtak a mongolok, kínaiak, tibetiek, perzsiaiak, törökök, görögök, hogy akkor megéreztem, hogy ez a nagy európai széles térség, a szkíta, ugye, kultúra az egyetemes, és valójában nem vagyunk egyedül. Ezt szerettem volna mondani. Köszönöm a figyelmet!